Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Péntek, szombat, vasárnap. A mai napon, amikor ezt a felvételt készítem, szeptember 20-a van. Ez holnap jelenik meg, tehát szeptember 21-én, és ez lesz a házassági évfordulónk. 6 évvel ezelőtt, szeptember 21-én házasodtunk össze, itt Mallorca szigetén. Akkor is csütörtök volt, én a csütörtöki napot választottam, mert a csütörtöki nap felett Jupiter bolygó uralkodik, ami szerencsét hoz, és szerencsére egy boldog házasságban élünk, tehát a szerencse az beköszöntött az életünkben. Jó is, hogy így van, hiszen én nekem, ő a második férjem, és én vagyok a második feleség. Úgyhogy a hátunk mögött a múltban a házasságot mi másképp is átéltük, és úgy érzem, hogy most megérdemeltük azt, hogy boldogok legyünk egymással. De most rátérek a kártyára, mégpedig megnézzük azt, hogy mi történik pénteken, az itt látható a képeken. Itt ez a kártya jelenti a tükröt. Pénteken tükröződik számodra valami. Figyelj oda a dolgokra, figyelj oda az eseményekre. Amit a kártya még jelent, hogy ügyelj a testedre is. Ha például fogyókúrázni akarsz, akkor pénteken elkezdheted ezt a fogyókúrát. Lesz egy kellemes meglepetés. A virágcsokor jelenti a te szépségedet, vagy nőiességedet is. Sőt, az is lehet, hogy nagyon szép a tested, mások így látnak téged, hogy mennyire szép vagy, de te saját magad esetleg elégedetlen vagy a külsőddel. Amit a virágcsokor még jelenthet, hogy megszépítesz valamit a környezetedben, vagy lesz egy meghívás, lesz egy ajándék. Itt van a könyv, lehet, hogy találsz egy jó könyvet, vagy valaki megajándékoz téged egy könyvvel. Amit a könyv még jelenthet, hogy elgondolkozol azon, hogy tanulj-e még valamit, utalhat a tudásra vagy továbbképzésre. Esetleg jelentheti a könyv azt, hogy valaki meg akar lepni téged, de ezt még titokban tartja, hiszen ez a személy még zárkózott. Szombat az itt látható. Az a fontos, hogy legyen meg a gyógyító erő, és hogy a viták, a veszekedések, ez a háború, ez elmúljon. Ezzel a koporsóval ezt le tudod zárni. Ha vannak ezek a kihívások, ezek az események, akkor jobb lenne ezt lezárni, akkor megvan a gyógyító erő, ami szerencsét hoz. Ami a politikai eseményeket illeti. Én úgy érzem, hogy mi egy nagyon-nagyon nehéz időszakban vagyunk. De a lelkünk ezt így választotta ki, tehát fontos az, hogy ezt az időszakot átéljük. Az, hogy háború van, meg infláció, meg gondok, problémák a politikai életben, a gazdasági életben, ezen mi nem tudunk változtatni. Amit mi megváltoztatni tudunk, az a saját életünk, a mi környezetünk. És hogyha odafigyelünk erre a kártyára, és mindent lezárunk, ami kellemetlen, hogy ne legyenek viták, hogy ne legyenek nézeteltérések, tehát ne háborúskodjunk senkivel, hanem legyen meg a béke, a nyugalom, a szeretet,
Ha minden ember így gondolkozik, akkor szerintem sok minden változhat a Földünkön. Én ezt tanácsolnám, hogy ügyeljünk a saját környezetünkre, ott legyen béke, mert ez boldoggá tesz bennünket, ez szerencsét hoz nekünk. Vasárnap az itt látható, lesz egy ünnepség, helyezd magad kényelembe, élvezd a napot, valaki meglátogat, vagy lesz egy meghívás, itt lesz csevegés, az is fontos, hogy beszélj másokkal, látogass meg valakit, vagy a ház jelentheti a családi kapcsolatokat is, vagy a környezetedet. Az is előfordulhat, hogy itt lesz beszélgetés egy ingatlan miatt. Fontos, hogy élvezd a napot, legyen meg ez a könnyűség, a bizalom, hiszen itt ki tudsz építeni valamit, lesznek kapcsolatok a környezetedben, és ez a kellemes. Ez volt a hétvégi jóslásom. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!